13,5 milliárd forint. Egy ember, egy lépés. Nyugalom, nyugalom, relax. Még nem gazdagodtam én meg ennyire. Viszont az a helyzet, hogy egy ideje már elértük a 600 feliratkozót, és ezután mit csinált a csatorna tulajdonosa? Lelép egy videócsemtesz közzé, szőrészárán eltűnik. Most mondhatnám, hogy koronavírus, letargia, kilátástalanság. Történjen már valami. És igaz is lenne, de a fontos most csak az, hogy visszatértem, és remélem még ti is itt vagytok. Új setup van, jönnek majd újfajta műsorok is, erről majd egy kicsit később. Most jöjjön a mai főszereplőnk, Tom kapitány. Azt hiszem, keveseknek kell bemutatnom 2020 egyik legnagyobb sztárját, aki adománygyűjtő akciójával bekerült a világ valamennyi tévétársaságához, de várjátok ki a végét. Sir Thomas More született 1920. április 30-án Keighley-ben. Apja Wilfrid építész családból származott, anyja Isabella tanárként dolgozott. A brit hadsereg veteránja a fejébe vette, hogy gyűjtést rendez a brit állami egészségügyi szolgálat számára. 1000 fontot akart összegyűjteni nekik, azért, hogy ezáltal támogassa a koronavírus járvány elleni küzdelmüket. Azért ő is valamiféle plusz szolgáltatást akart ezért adni, hogy összegyűjtse a pénzt. Nem kevesebbet állított, mint hogy a 100. születésnapja előtt 100-szor körbejárja házának kertjét, jókora kertjét. Azért egy csípőtörésben szenvedő 99 éves férfitól ez szerintem elég szép vállalás volt. Moore hosszasan versenyzett motorkerékpárokkal, több trófeát is nyert, 12 évesen vásárolta meg az elsőt és a 23-as rajtszámot viselte. Ötlete után lánya azt gondolta, hogy ez a kedves kis akció maximum a helyi újságokban fog megjelenni. Tom kapitány viszont semmivel sem törődött, ő csak rótta a köröket, a pénz pedig elkezdett folyni, folydogálni, ömleni, és egyre több helyen foglalkoztak Tom kapitány magánakciójával, aki mint szinte egy szuperhős egyedül vette fel a koronavírus elleni harc egy részét persze. 1940. májusában besorozták, 1941-ben áthelyezték az indiai 9. zászlóaljba. A 14. hadsereg az úgynevezett elfelejtett hadsereg részeként a nyugat-burmai Arakanban szolgált, ahol túlélte a dengilázat. Kis idő múlva az egész világ megismerte őt, és jelképe lett az emberi jóságnak, kitartásnak és nagyvonalúságnak. Több száz interjút adott, és az egyikben arra a kérdésre, hogy mi értelme élni, azt az egyszerű, de erős választ adta, mi más, menni előre. Miután elhagyta a hadsereget, Moore értékesítési vezetőként dolgozott, majd később egy betongyártó vállalat ügyvezető igazgatója volt. Egy héttel 100. születésnapja előtt ő lett minden idők legidősebb slágerlista vezetője, a Michael Bellal közösen felvett duettje a You'll Never Walk Alone. Születésnapjára 200 000 üdvözlőlapot kapott, ezek kibontására önkénteseket kellett felbérelni. A királynő lovagi rangra emelte imáron Sir Tomot, a hadsereg pedig ezredesi rangra léptette elő. Második feleségével, Pamelával 2 lányuk született. A pár nyugdíjas éveiket Spanyolországban töltötték. Felesége később demenciában szenvedett, így hazaköltöztek. Tom minden nap meglátogatta és etette feleségét, aki 2 év ápolás után 2006-ban hunyt el. A 100. kört már 2 héttel 100. születésnapja előtt megtette kertjében, az egykori alakulata a Yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között. Az adományok értéke pedig elérte 32,8 millió fontot. 2021. januárjának végén szállították kórházba, ahol a koronavírus okozta tüdőelégtelenségbe, 2021. február 2-án belehalt. A brit miniszterelnök Moore-t a szó legvalódibb értelmében vett hősnek nevezte. A Downing Street 10 és 11 fölötti zászlókat félárbózra eresztették a tiszteletére, és az egész országban milliók tapsoltak az utcákon megemlékezve Tom kapitányról. Jött egy akkor még 99 éves veterán, és fiatalokat megszégyenítő kitartással, elszántsággal váltotta valóra a kitűzött céljait. És a példája szerintem azért is nagyon-nagyon erős, mert az idősebb generációval kapcsolatban hajlamosabbak vagyunk úgy gondolni, hogy ők már tehetetlenek, és legtöbbször ők maguk is elhiszik önmagukról, hogy tehetetlenek. De lám, itt van az ékes bizonyítéka, hogy egy 100 éves ember optimizmusának mekkora ereje van. Tom kapitánynak az élete nem minden tekintetben mondható különlegesnek, de a döntései azok. És ezeket a döntéseket bármelyikünk meghozhatja.
2020-ban az első lezárások alatt az egész világon rendszeresen milliók tapsoltak hálából az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért. Rengetegen ajánlották fel önzetlenül a segítségüket, adtak ingyen koncertet, próbálták az erkélyről is felvidítani embertársaikat. De a közelmúltból említhetném azt a hatalmas összefogást, amit Notesz Laci értettek meg az emberek itt Békés Csabán, hogy a város igazi nagy legendája nehéz körülményei miatt méltó helyre kerülhessen. A mai videón főszereplője Tom kapitány mellett a segítség emberi minősége volt. Na, megtörtént a visszatérés, és kitűzöm az új célunkat, az 1000 feliratkozót. A csatornán, ahogy mondtam is, lesznek új dolgok, de ami minden egyes videóban megtalálható, az valamilyen formában a minőség. Legyen az egy emberi minőség, egy minőségi hely, egy minőségi étel, vagy egy sokat mondó minőségi sorozat, de a lényeg, hogy mi kibeszéljük. Tőletek pedig csak annyit kérek, hogy legyetek aktívak, szóljatok hozzá, írjátok meg a véleményeteket, mondjátok el, hogy ti hogy gondoljátok, és alkossunk egy jó kis közösséget. A következő videó előtt pedig, ha minden jól alakul, csak annyit mondok, Cobra Kai never dies. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, iratkozz fel, oszd meg, ha nem tetszett, akkor is. Napá! Yeah!